amikor Názaret Jézus beszületett a világba, akkor Isten jött el a földre. Amen. Názaret Jézusban. Amen. Amen. És mikor azt mondja itt a János, hogy arra szab, amikor megszólal, mint a sok vizetnek az ókás, akkor ez azt jelenti, hogy ő benne a Szent Szellemnek a teljessége van. Ahogy János megerősíti Jézus a János evangéliumában, hogy az ő belsejéből élő vizeknek a folyamai ömlenek ki. Mikor Jézus szól hozzá, akkor jön ki az élő víznek a folyam az ő belsejéből, és olyan, mint a sok vizet szúgása, mikor a tenger szúg, mikor a hullámok összecsapnak, olyan az ő szava. Mert az ő belsejéből kijön a Szent Szellem. És még mit mutatott meg ezzel a názareti Jézus? Mikor szólt, és ő belőle kijön a Szent Szellem, azt testvérem, hogy ő nem más, mint a Szent Szellemnek, Szent Szellem kitöltetésének a jogos. Amen. Hogy ő nála van, hogy ő benne van a Szent Szellem. És ő az, aki kitölti rád, kitölti az egyházat. Amen. Amen. Tehát Jézusból és Jézustól jön ki mindig az élő víznek a folyam. Amen. És ha te meghallod ezt a beszédet, meghallod ezt a hangot, akkor a víz élő víz kijön Jézusból, és átárad eszben, a te szívedben. Amen. Hogy mondja Ézsaiás próféta, hogy az embernek a szíve olyan, mint a megöltözött kert, aki az Úrban van. Mikor a, mikor a gazda megöltözi a kertet, akkor a kert felvilág, felbúzik. Életre kelnek ott a növények, minden, mert jött rá víz, friss víz. És ugyanez van az embernek a szelleme is, az emberi szív. Mikor Isten megöltözi az élő víznek a folyamaiban, akkor egyből felbúzult, jobban érzed magad, erőre kapsz. Elmúlik minden félelem, minden szomorúság. Mert bejött az életnek a víze, az élő víz, a te életed. Halleluja. És meg a csontodat is megelégíti, azt mondja az Úr. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úr. És ahogy mondja Isten igény az apostolok cselekedeteiben, hogy ő megnyerte Istentől a Szent Szellem kitöltetésének a jogát. Tehát lássátok, itt is kiderül, hogy a Názaret Jézus emberként van az Isten jobbján, mert csak emberek közül választ Isten főpap. Amen. Mert a megtestesülés előtti az ige, a Krisztus nem volt ám főpap. Nem volt főpap, mert akkor még nem volt ember. Mit mond Isten igény? Egy az Isten, és ettől közben járó is Isten és ember között az igaz ember, amen. Jézus Krisztus. Tehát egy igazi ember, egy főpap ül az Isten jobbján, aki rád árasz az Isten szellemét. Mert mikor Jézus Krisztus megjelent az atyánál, Isten megáldotta őt, megkoronázta őt, nekiadta a Szent Szellem kitöltetésének a jogát, és most már Jézus az, aki a mennyből elküldi a Szent Szellemet. Amen. Amen. Ezért mondja, hogy olyan a szava, mint a sok vizet zúgás. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Most jön egyik kedvenc, majd azt mondja, figyelj nagyon, vala pedig a jobb kezében 7 csillag. Ámen? Amen. És a 7 csillag titka a 20-ban van, figyelj, nagyon felolvasom, 20. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartó, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, és amelyet 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Ámen. Amen. Tehát a jobb kéz, testvérem. A jobb kéz nagyon fontos a Bibliában. A Biblia sokkal jobban kiemeli a jobb kezet, mint a bal kezet. Elmondok egy ószövetségi történetet, egy áldást. Jössen, elmondom, hogy mit jelent a jobb kéz. Jézus, János mit látott, miért pont jobb kezét látta neki, és azt mondta neki az Úr. Mert a jobb kéz azt jelenti a Bibliában, a védelmet, az oltalmat és az áldás jelenti a jobb kéz. Tehát a védelem, az oltalom és az áldás a jobb kéz, az egyházon. Mert a 7 csillag, az a 7 gyülekezet angyala, testvére. Tehát 7 gyülekezet a teljesség a 7-es szám Bibliában, és minden gyülekezet, ami van a Földön, ami Krisztustól van, ahol az egyszerűen munkálkodik, az Jézusnak a jobb kezében van. És Jézus keze az a jobb kéz, a védelem, az áldás és az oltalom. Amen. Egy ószövetségi történetet szeretnék. Jákob nagyon megöregedett, és egy napon József, az ő fia, elment hozzá, hogy meglátogassa két fiával
Manasséval és Efraimmal. Nagyon figyelj! És azt mondja Isten igen, hogy amikor meghalott a Jákob, aki már nagyon öreg volt, feküdt az ágyban, és már a szeme is már homályosodott, már alig látott a vénységtől, felül, előtt vett magán, azt mondja az igen, és felül, és várta az ő fiát. De nem tudta, hogy már a két unoka is jön, ez már meglepetés volt. És mikor bejött József hozzá, azt mondja neki Jákob, az ő fiának Józsefnek, hogy ekkor áldást kaptam az Úrtól, hogy megláttak még az én szemeim, de azt már nem tudtam, hogy az Úr még az én unokáimat is elhozza hozzá. És azt mondja, mert először nem tudta, hogy mik ezek, azt mondta József, hogy ki ez a két gyermek, ki ez a két fiú. Azt mondta, hát a te unokáid, akiket adott nekem az Úr. És azt mondja, hozd ide hozzám, hadd jöleljen meg őket, és hadd csókoljam meg az én unokáim. És figyeljétek, mi történt itt. Kis csalás akartál történni. Tehát tudjátok, hogy az első szülöttségi jog az nagyon fontos volt az Ószövetségben, de nem csak az Óban, az Újban is nagyon fontos. És figyeljétek testvéreim, a Mózes első könyvében van ez a történet, 48. fejezetben. És olvasom a 13-astól. Tehát 1 Mózes 48-13. Itt már oda vitte József a fiát, és figyeljetek, mit akart József. És fogá József mindkettőjüket, Efraimot jobb kezével, Izrael bal keze felől. Nagyon figyelj, hogy kicsit bonyolult. Tehát azt mondja, még egyszer felolvasom. József fogá mindkettőjüket, Efraimot jobb kezével, Izrael bal keze felé. Manasét pedig bal kezében Izraelnek jobb keze felől, és közel vinné őket hozzá. Izrael pedig, vagy Jákob pedig kinyújtja az ő jobb kezét, és rátevé Efraim fejére, pedig ő volt a másik felé. Figyelj, mit történt utána. Pedig ő volt a kisebb, az ő bal kezét pedig Manasé fejére, tudva tevé így kezeit, mert elsőszülött Manasé volt. És megállna József, és mondja, az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim, Ábrám és Izsák, az Isten, aki gondomat viselt, amióta vagyok minden napi. 17-est olvasna, hosszú lenne. Látva pedig József, hogy az ő atya jobb kezét Efraim fejére tette, nem tetszik néki, és megfogta atya kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tette. És mondja József az atyám, nem úgy, atyám, mert az első szülött ennek fejére tette te jobb kezet. Látod, testvér? Nem akará pedig az atya, és mondja, tudom, fiam, tudom, ő is népé lesz, ő is megnövekedik, de az ő öccse nálánál inkább megnövekszik, és az ő magja népe sokaságává lesz. Ámen! Ámen! Tehát kiről szól a testvér? Arról szól, hogy József tudta azt, hogy a jobb kéz az nagyon fontos Isten. A jobb kézzel nagyobb áldás van, nagyobb oltalom van, mint a bal kézzel. Nem hiába Jézus is azt mondja, hogy ül az Istennek a jobb keze felé. Tehát a jobb kéz magában foglalja a dicsőséget is. Magában foglalja Istennek a teljességének a jelenlétét is. Mert Jézusról nem az van meg, hogy bal keze felől, hanem azt, hogy a jobb keze felől. De ez a jobb kéz Jézusnál azt is jelenti, hogy ne úgy képzeld el, testvérem, hogy az atya áll egy helyen és Jézus jobb felől, hanem a jobb az azt jelenti, hogy benne is te jelenléte. Jézus Krisztus bent ül az atyának a dicsőségében. Bent ül a királyi székben Jézus. Amen. 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 Mert egy királyi szék korában mentek, testvér, nem kettő. Amen. Mit mond Jézus? Megadta nékem az én atyám, hogy üljek az ő királyi székében, és nektek is meg fogja adni, hogy beüljön az Istenek a székébe. Hallott testvér? Mi is be fogunk ülni Isten király székébe, megengedi majd az Isten. Ámen! Ámen! Akkor ezt a morgon testem kapcsoljuk az Úr. Halleluja! Halleluja! Tehát tudta ezt József, és direkt, de látta, tudta, hogy az apja már öreg, nem annyira lát, csak azt meg elfelejtette József, hogy az apja Isten ember. Hogy már a Szent Szellem ott majd szólni fog hozzá. Ámen! Ámen! És megcserélte, a bal kezét, a jobb kezét, mindegy, megcserélte őket.
És nem keveredjük vele, mert már összezavarodunk. De Izsák tudta, bocsánat, Jákob tudta, hogy a kisebbiknek kell tenni a jobb kezét, mert őt áldotta meg az Isten jobba. Őt fogja felemelni az Isten. És azt csinálta ez az öreg ember, már így látott, hogy jobb kezét rátette a kisebbiknek. De holott az apja pont a jobb kezének, jobb kezet előtette őt. És azt mondta József, hát atyám, nem jól csinálom, mit csinálsz? Hát a nagyobbikra tett rá a jobb kezedben, ő a nagyobb, ő az első szülött. Tudom én, fiam. Tudom én, hogy ő az idősebb. De az Úr nem így akar. Az Úr azt akar, hogy a kisebbiket tegyen rá jobb kezedet. Hogy ő kapjon meg minden áldást az Úr. Ámen. Ámen. És nekünk ez most miért fontos Józsefnek, meg Manassének, meg Efrémnek a történet? Azért, mert a hét csillag az a jobb kézben van benne. Halleluja! Jézusnak a jobb kezében vagy. Amiben van az ő áldása, az ő oltalma és az ő védelme. Amen. 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 És most felolvasom, hogy a testvér prédikált tegnap. Látod, hogy egy a szem? A János Evangélium a 10. fejezetében nyissuk ki az Isten igényét. Ez ide kapcsoló. János Evangélium a 10. fejezet. És a 27-es vers. Olvasom. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Halleluja! Amen! Amen! Dicsőség!